Magyarországi Ganoderma piaci szereplők elemzése második rész. A vargogombáról Gombáról már beszéltem, ő a legismertebb szerintem, de nagyon sokan ismerik a Jakab Szállási Bio Ganoderma farmot is. Egy videó részletet szeretnék most mutatni, a cégnek a tulajdonosa beszél a Ganodermáról. Amikor megérett a gomba, akkor egyszínűvé válik. Igazából nem veszti el a színét, hanem egy, egy lepedék, egy spóra ö, erdő fog megtelepedni, lerakódni a kalapjára. Egyébként ezt a spórát itt mindenhol láthatjuk a termesztő Sok helyen, ha véghúzom az üvegen a kezemet, kezemet, akkor ez itt van. Ha megfigyelted, akkor ő azt mutatta meg, hogy a ganodermán olyan kis finom por képződik, ami a spórákból van. Na most így néz ki a ganoderma. Ezt, ennek a német neve az, hogy Glencender Lackporling, tehát csillogó lakporling. És azt kell tudni róla, hogy amikor a ganoderma megérik, akkor válik csillogóvá a bőre. És aztán utána kibocsátja a spóráit. Na most, hogyha a spórákat ő már kibocsájtotta, akkor az értéke az nagy részben csökken, ugyanis a spórák rengeteg olyan hatóanyagot tartalmaznak, amire szükségünk van. Tehát akkor kell a gombát leszüretelni, amikor már érett, csillog, de még nem bocsájtotta ki a spórákat. Hogyha ő mindent minden belep a spóra, akkor <laughs> nem tudom, annak a ganodermának szerintem olyan nagy értéke nincs. A következő érvem az, hogy, az, hogy egy értrend kiegészítő, az biominősítéssel rendelkezik, az manapság olyan releváns információ, mintha ha te egy állásinterjún mondanád azt is, hogy egyébként már szobatiszta vagy. Tehát ki nem az. Gondold meg ezeket az érveket, gondold át, és úgy válasz, ahogy szerinted a legjobb.